Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerdesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket a legfontosabb híreinkből. Új járda épült a bajcsi lakótelepen. Életet ment a szénmonoxid jelző készülék. Makón is sokan igényelték az új személyigazolványt. Két nyárfa, annak gyökerei és egy gázvezeték, ezek akadályozták a Bajcsi-Zsilinszky lakótelep járdájának építését. Az év végén Toldi János képviselő több évtizedes álma valósult meg, elkészült a házsor mögötti járdaszakasz. Garázs tényleg rendeltetésének megfelelően tényleg garázsként használható. Ugyanis elkészült végre a Bajcsi-Zsilinszky lakótelep egyik járdája, amelyért a képviselő sok évig küzdött. Az előző választási ciklusban került Toldi János képviselő körzetéhez a Bajcsi-Zsilinszky lakótelep, amelynek első tömbjei még a 80-as években épültek. Akkor készítették ezt az úgynevezett szervízutat is, ahol mivel látványosan mutatható, hogy a kerékpárt nem a lépcsőn keresztül szokták kihozzani, hanem itt hátul szépen a lenti kamrákból. Na most ennek a következménye pedig az volt, hogy egyik képviselő, másik, hát Gilice János képviselőtársam, és tudom, hogy hadatkozott ennek felújításáért. Én is megpróbáltam, de mindennek megjön az ideje, és most hála Istennek elkészült ez a 200 méteres út. A hat lépcsőházat érintő közel 200 méteres járdaszakasz építése során több probléma is akadt. A járda megépítéséhez ki kellett vágni két nyárfát, amely ellen aláírásgyűjtésbe kezdtek az ott lakók. Ám mivel a fa gyökere felnyomta a betont, visszavonták kezdeményezésüket. Ezután megkezdődtek a munkálatok, de ősszel újabb akadályok adódtak. Később kiderült, hogy baj van, mert befonta a gyökérzet az itt lefektetett valamikori gázcsöveket, ezért kellett megint megállítani az építkezés, hogy nehogy valami technikai malőr miatt felszakadjon, és mire elépül a járda, meg akkora meg az épület felrobbanjon, azt inkább választottuk azt, hogy először a biztonság, utána befejeztük a járda meglévő szakaszát. A talajröggen után eldőlt, elvághatják a gyökereket, az nem veszélyezteti a gázvezetéket. Így bő fél év alatt újult meg az épületek mögötti járda a bejárókkal együtt. Mindez 1,5 millió forintból valósult meg, önkormányzati támogatásból, valamint Toldi János képviselői alapjából közfoglalkoztatottak bevonásával. A munkálatok azonban még nem fejeződtek be, a tereprendezésre tavasszal kerül sor. A téli időszakban folyamatosan hallani lehet a híradásokban szénmonoxid mérgezésről. Környékünkön két ilyen esetben is riasztották a tűzoltókat a napokban, ám a baj megelőzhető lenne a szénmonoxid jelzőkészülékkel. Vagy a plafonra, vagy a ház oldalfalára szerelik fel, és akkor egy egyszerű pattintással ezt rá lehet tolni egy oldalsó mozdításra, és akkor üzembe van helyezve a készülék. Így kell felszerelni a szénmonoxid jelzőkészüléket, amely akár egy egész család életét megmentheti. A szénmonoxid gáz veszélye azokat a háztartásokat érinti, ahol fosszilis tüzelőanyagot, gázt, olajat, fát vagy szenet használ fel működése során a fűtőtest. Ilyenek például a kazán, a konvektor, a kandalló és a kályha. De nem nyugodhatnak meg azok sem, akik rendszeresen használnak vízmelegítőt, tűzhelyet, főzőlapot vagy hősugárzót. Fontos tudni, hogy nem csak a saját, de a szomszéd készüléke is veszélyforrást jelenthetnek. A szénmonoxidról azt kell tudni, hogy csendes gyilkos, szintelen szaktalan gázról van szó, korlátlanul elegyedik a levegővel, és igazából nagyon sokszor csak akkor veszik észre, hogyha baj van. Fejfájással, hányingerrel, súlyosabb esetben eszméletvesztéssel jár. Ilyenkor a mozgató idegrendszer támadja a szénmonoxid, amelynek hatására az áldozat már a telefont sem képes felemelni. A baj azonban egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Rendszeresen ellenőriztessük, vizsgáltassuk felül a tüzelőfűtő berendezéseinket, a gázkészülékeinket, a kandallóinkat, ugyanígy a kémények felülvizsgálata is nagyon fontos. De érdemes beszereltetni a szénmonoxid jelző készüléket is, ám a tapasztalatok szerint nem sokan élnek ezzel. Ennek költsége 10-15 ezer forint közötti, és a legmodernebb készülékek 10 évig is kitartanak, és sokszor életek múlnak működésén. Úgy már hallottam visszajelzést, igen, hogy mentett már meg életeket igazából, mert nem is hogy a hatalmas koncentráció, hanem hogy azt is érzékelj már, hogyha kisebb koncentráció van, igazából ez a készülék, és akkor hogy szól, hogy szellőztessünk. Télen folyamatosan lehet hallani a híradásokban szénmonoxid mérgezésről, a napok
napokban több eset történt környékünkön is, kübekházán és földákon. A mostani fűtési szezonban Csongrád megyében 4 olyan halálos kimenetelű baleset történt, amely kapcsolatba hozható a gyilkos gázzal. Egy hét alatt közel 40 ezeren igényelték az országban az új elektronikus személyigazolványt. A makói kormányablaknál a mai napig 166-an kértek ilyen okmányt, az első e-kárdot már meg is kapta a tulajdonosa. 2016. január 1-től díjmentesen igényelhető az elektronikus személyigazolvány, amely tartalmazza a tajszámot és az adóazonosító jelet. Itt állok a makói kormányablaknál, és igényelni fogom a saját elektronikus személyigazolványomat. Ma is rengetegen várakoztak a makói kormányablak várótermében, hiszen amióta igényelhető az új személyi okmány, másfél-kétszeresére emelkedett az ügyfelek száma. Az e-kárd igényléséhez személyigazolvány és lakcímkártya szükséges. Az is kérhet új típusú okmányt, akinek még nem járt le korábbi igazolványának az érvényessége, hiszen az egyik legfontosabb változás január 1-től, hogy a személyi igazolvány illetékmentesen igényelhető. Köszönöm szépen az aláírás munkáját, megkérem, hogy fáradjon be a fotófülkébe, foglaljon helyet a kamerával szemben, és a fényviszonyok miatt húzza magával az autót. A személy azonosítására alkalmas okmányokhoz hasonlóan igazolványképet készítenek, és ha az ügyfél igényli, új lenyomatot is vesznek. Sőt, még elektronikus aláírást is tartalmazhat a kártyán lévő csip. Egy elektronikus tároló elemmel került felszerelve az új típusú igazolvány. Itt lehetőség van számos olyan adattartalmat eltárolni, ami a korábbi igazolványokban nem szerepelt. Ugye egyik oldalról itt mind az arckép, mind pedig azok a szöveges tartalmak elektronikus módon tárolásra kerülnek, amelyek az igazolványon olvashatóak. Ezen felül például a tajszám, illetőleg az adóazonosító jel eltárolására is lehetőség nyílik. Mindehez a későbbiekben a NAV-nál, a kórházakban és az orvosi rendelőkben is felszerelésre kerülnek majd olyan eszközök, amelyeken le lehet olvasni az új okmányt. Ez amellett, hogy biztonságos és felhasználóbarát, lehetőséget biztosít az állampolgároknak arra, hogy ügyeiket egyszerűbben, hatékonyabban, gyorsabban tudják intézni. A chip bővíthető további a közigazgatási ügyintézéshez szükséges adatokkal, és már használhatóak az új személyi igazolványhoz kötött funkciók, mint például az okmányérvényességi és az ügyfélkaponyítás lehetővé tévő szolgáltatás. Az új igazolvány érvényességi ideje is változott. 18 éves kor alatt ez 3 évig érvényes, 18 éves kor fölött pedig 6 évig, ugye korábban 10 évig voltak érvényesek ezek az okmányok, azonban 60 éves kor fölött lehet kérni olyat is, hogy határozatlan idő, tehát gyakorlatilag élethosszig érvényes okmányt kapjon az ügyfél. Ebben az esetben azonban az elektronikus chip nem lesz adatokkal feltöltve. Ez új személyigazolványához tartozó chipre vonatkozó kódokat tartalmazza. Körülbelül negyed órába került az új személyigazolvány igénylése, amelyet majd a címemre postáznak. A Makai Városi Televíziót Hajó Adina tudósította. 73 évvel ezelőtt kezdődött az a nagy történelmi esemény a Donkanyarban, ahol több mint 100 000 magyar katona vesztette életét vagy esett fogságba. A hősökre tegnap Makón is megemlékeztek. A II. Világháború idején 1943. január 12-én kezdődött a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban. A II. Magyar hadsereget német követelésre kormányközi egyezmény alapján küldték ki a keleti frontra, melynek következtében a 250 000 fős magyar csapat kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 130 000 estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. Az évforduló napján ezekre az áldozatokra emlékezett tegnap a Fidesz makói csoportja a II. Világháborús hősi emlékműnél. Beszédet mondott Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató, aki szerint a ma embere számára is van üzenete a doni katasztrófának, hiszen a magyar katonák teljesítették azt, amit a haza rájuk rótt. Nem jó szántukból, nem saját akaratukból mentek oda. Megkapták a behívót, föl sem merült bennük, hogy nem teljesítik a kötelességüket, bevonultak a csapattestükhöz, fölültek a vonatokra, és kimentek a Kárpátoktól 2000 kilométerre harcolni. Nem gondolkoztak azon, hogy mi keresni valójuk ott. Azt tudták, hogy háború van, katonák, és a hazájukért, ha kell, az életüket is feláldozzák. Az ünnepség az emlékezés virágainak elhelyezésével és gyertyagyújtással fejeződött be az emlékműnél.
Írásbeli kérdést nyújtott be Lázár János országgyűlési képviselő, Sesták Miklós fejlesztési miniszterhez a nagylakot és térségét terhelő kamionforgalom miatt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetője válaszában több intézkedésről is tájékoztatta a képviselőt, amelyeket a kialakult helyzet rövid és hosszú távú megoldása érdekében tett. Hódmezővásárhely és Makó térségének országgyűlési képviselője a nagylakot terhelő kamionforgalom miatt fordult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetőjéhez. Sesták Miklós válaszában elmondta, az M43-as autópálya országhatárig terjedő szakaszának tavaly nyári átadásával a kamionforgalom döntő része az autópályán hagyja el Magyarországot. Lázár János szerint a sztráda átadása óta a kamionforgalom viszont nem hogy csökkent, hanem emelkedett nagylakon. Válaszában a fejlesztési tárca vezetője elmondta, a kamionforgalom növekedése összefügg azzal, hogy a teherforgalom az M43-as autópályán haladva elkerüli a régi határátkelőn lévő tengelysúly és ösztömegmérő állomást, az autópálya határátkelőjénél pedig nem lehet tengelysúly és ösztömegmérő hiányában útvonal engedélyt kapni. Az útvonal engedély köteles kamionok ezért a 43-as főúti határátkelőhöz mennek, mivel ott tudnak mérlegelni és túlsúly esetén útvonal engedélyhez jutni. Sesták Miklós elmondta, a probléma megoldása érdekében tengelysúly és ösztömegmérő állomást építenek ki az M43-as autópálya 31. kilométer szelvényének térségében lévő kétoldali komplex pihenőhelyen. Az állomás kiépüléséig a nagylakot terhelő kamionforgalom azonnali mérséklése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium több forgalomkorlátozási intézkedést is tett, illetve tesz az elkövetkező napokban. Ezek eredményeként a nagylakon áthaladó kamionok száma várhatóan jelentősen csökken majd. Nem hosszú távú megoldás nagylak és a térség számára a települést elkerülő út megépítése jelenti, amely Sesták Miklós ígérete szerint 2017 második félévére meg is épülhet. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Új járda épült a bajcsi lakótelepen. Életet ment a szénmonoxid jelző készülék. Makón is sokan igényelték az új személyi igazolványt. Most pedig néhány szó a holnap várható időjárásról. Csütörtök hajnalra mindenhol megszűnik a csapadék, majd napközben átmenetileg szárazabb lesz az idő, több-kevesebb napsütéssel. Estétől újra csapadékosabbra fordul az idő, helyenként élénk lehet a szél, reggel 0, délután 6 fok lesz. Kedves nézőink, Önök a Makói Városi Televízió szerdesti híradóját látták. Ne feledjék, hogy mai híradós anyagainkat újból megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornán, valamint a www.makotv.hu weboldalon. A híradó után a következő műsorokkal várjuk Önöket. 18 óra 15 perctől a fogadórával jelentkezünk, melyben dr. Sánta Sándor értékeli az elmúlt évet. 18 óra 23 perctől a polgármester újévi köszöntőjét láthatják felvételről. 18 óra 40 perces kezdettel a Dolly Roll koncert pillanatait idézzük fel, 19 órától a Hagymaház fényfestését nézhetik vissza, 19 óra 15 perctől pedig a Törzsasztal borászati és gasztronómiai magazinnal zárjuk mai adásunkat. Kedves nézőink, ennyi fért a ma esti híradónkba, legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, szép estét kívánok, viszontlátásra!